A hidak beépítése egy nagyobb projekt része. Korábban már rendbetették tették a sétányt. Emellett megújult a tóstrand, ahol kialakítottak egy vendéglátó helyet, valamint játszóteret is építettek a környéken. Az új hidaknak köszönhetően pedig mintegy 5 kilométeren már teljesen körbesétálható a Gébárti tó. Ez a úgynevezett pontomhíd, híd, ami azt jelenti, hogy a vízfelületén fekszik. Nyilván ki van rögzítve a két végponton, viszont a vízfelülete, ahogy emelkedik, ugye ez a híd is maga a víz felületével együtt ugye emelkedik, vagy éppen csökken, ahogy a vízfelülete változik. ez azért is jó, mert sokkal, sokkal jobban tud a környezetbe illeszkedni. Nyilván sokkal barátságosabb már csak a színek miatt is jobban, jobban talán a, a szerves része tud lenni a gépártító környékén, mert próbáljuk a külön különböző elemeit egyre jobban beépíteni, hogy a természettel összhangba legyen. Szerencsére ez is egy nagy igény, már csak azért is, megre több fát ültetünk. Turázók, futók, idősebbek és családok is szívesen látogatják ezt a területet. Kovács Georgina és gyermekei szombathelyről érkeztek. Még sosem jártunk itt. A barátnőm Zalaegerszegi, őt látogattuk meg, és akkor latolgattuk, hogy lesz-e ma eső, érdemese jönni, de aztán én azt mondtam, hogy meggyőztem őket, hogy jöjjünk. E, nagyon tetszik, amúgy a lányoknak is, nekünk is. E, nem tudtuk, e, hogy mire számítsunk, mert nem jártunk még erre, e, de az volt a meglepő, hogy még a barátnőmnek is újdonság volt, hogy itt van egy híd, pedig ő Zalaegerszegi, és többször jönnek. Lakossági igény, hogy legyen egy vendéglátóhely, ahol meg tudnak pihenni a kirándulók. Az az emblematikus fehérhattyú étterem átépítése jelenleg is zajlik, a létesítményt várhatóan ősszel adják át.